Itt vagyunk a Siós árvíz összefolyásánál, és a gyerekeknek a Siagárdi Siovölgye Horgász Egyesület ismételten megszervezte a horgásztábort. Meddig tart a tábor, és mikor kezdődött? Hát hétfő reggel kezdődött a tábor 8 órakor egy tábornyitóval, ahol a gyerekek és a szülők tudomásul vették a táborrendet, ezt mindegyik gyerek szülő aláírta. 22 gyerekünk van, és az idén már 9. alkalommal szerveztük meg ezt a tábort. Nagy az érdeklődés iránta, tehát amikor én kiírtam a tábort, hogy mikor lesz, másfél óra alatt betelt. Tehát volt, aki sajnos kimaradt belőle, mert 22-nél több létszámot nem merek bevállalni. Hiába vannak segítőim, nagy területen vagyunk, átláthatónak kell lenni, vigyázni kell a gyerekeknek a testi épségére, egymásra oda kell figyelni nekik, nekünk meg a felnőtteknek, tényleg a gyerekekre. Tehát, hogy nehogy baleset érjen. Éppen ezért a táborrendben le van írva, hogy aki fél méterre közelebb megy a vízhez, az sajnos hazamegy. De hála jó Istennek, 9 év alatt nem történt még ilyen, hogy haza kellett menni. Nagyon fegyelmezettek a gyerekek, tudomásul vették, hogy mik az elvárásaink, és tényleg egymásra is nagyon figyelnek, nagyon segítik egymást. Nincs futkosás, nincs ordibálás, tehát tényleg egy nagyon kulturáltan viselkedő kis csapattal dolgozunk az idén is. Az érkezés ebben az óriási hőségben hogy kivitelezhető? Hát fönt vagyunk az árvízvédelmi központba az érkezések alkalmából, tehát reggel 8-ra jönnek a gyerekek, akkor lepakolunk, horgásznak 10 óráig, 10 órakor fölmegyünk csoportosan 10 óraizni, a 10 órait és az uzsonnát azt mi készítjük itt nekik, az ebédet viszont Zombáról hozzuk a parti szervisztől, egy kétfogásos meleg ebédet kapnak, leves második, sőt most ebben az évben van harmadik is, mert minden egyik nap fagyit kapnak, másik nap gyümölcsöt, a harmadik nap sütit, dinnyét, tegnap palacsintát kaptak, és pénteken van a záró rendezvényünk 3 órakor, akkor viszont az egész héten fogott halakból sült hal és lángos. Amikor a gyerekeknek van egy picit ilyen pangóbb időszak, hogy nem úgy kapnak a halak, akkor nehezebb velük szót érteni? Nem, végül is nem vészes, meg a legnagyobb, ugye elég meleg van. És úgy oldottuk meg ezt most már évek óta, hogy reggel 8 órakor lejönnek, 10 órakor 10 órai, délig horgászhatnak, délbe fölmegyünk, megebédelünk, délután az ebédtől 3 óráig tartó időszakban fenti foglalkozások vannak, tehát ez értsük alatt a horogkötés, színezés, ma éppen egy keresztrejtvény volt feladva nekik, meg kellett nekik fejteni a 14 kérdésre a választ, és a fönti függőleges mezőnybe ki kellett jönni, hogy horgásztábor 2024. Élvezték a gyerekek, tanulnak is. Most harmadik évben adjuk meg a lehetőséget arra, hogy vizsgázhatnak a gyerekek. Tavaly előtt 14-en, tavaly 18-an vizsgáztak, most az idén ilyen 6-7 fő fog vizsgázni. 10 éves kortól tehet a gyerek horgászvizsgát, megpróbálkoznak vele, van akinek sikerül elsőre, van akinek nem sikerül, de dolgoztak. Tehát akik vizsgára készülnek, azokkal minden nap ugye a 3 óráig tartó időszakban külön leültünk, foglalkoztunk velük, átnéztük a tesztlapokat, hogy könnyebben rávezessük őket a helyes válaszokra. 45 kérdésből áll egy vizsgatesztsor, ebből legalább 30-ra kell helyes választ adni, hogy megszerezze a horgászvizsgát. A tábor alatt mekkora volt a legnagyobb hal, amit a gyerekek itt fogtak? Hát az első halunk, az mindjárt hétfőn volt egy 3 kilós fogassüllő, de volt már 2,5 kilós pontyunk is, volt 2 kilós balinunk is, meg több pontyot is fogtak. Tegnap volt este éjszakai horgászatunk, hát az mondjuk nem volt annyira sikeres. Volt olyan éjszakai horgászatunk, hogy nagyon sokat tudtunk fogni, most sajnos nem volt nagyon, de ez a melegnek is betudható. Úgyhogy 10 óráig bírták, 10 órakor úgy eloszlott a társaság. Terveztek jövőre is tábort? Hát ez olyan dolog, hogy jövőre lesz tisztújítás, januárban lesz újra választás. 10 éve vagyok én a Horgász Egyesületnek az elnöke. Én mondtam, hogy hát próbálnám átadni most már a fiataloknak, de hát még nem nagyon akar senki vállalkozni rá, és mindenki azt mondja, hogy ameddig én leszek az elnök, addig biztos, hogy lesz. A másik viszont az, hogy ehhez az anyagi hátteret is biztosítani kell,
és hála jó Istennek most a MOHOSZ-nak van olyan pályázata tavaly is, meg az idén is, hogy amennyibe a szülő leigazolja, hogy itt van a gyereke, és 0 forintot fizet a táborért, így a MOHOSZ 80%-át finanszírozza a tábor költségeinek. Kellett egy költségvetést csinálni, beadni a pályázatot, úgyhogy az idén nyertünk rá 464 000 forintot. Köszönöm a beszélgetést, csak így tovább. Köszönöm szépen én is, hogy megtiszteltetek bennünket.